Olimpiai aranyérem Londonból köröm szakadtáig küzdve, 8 szor rendezték meg ott a köröm olimpiát, a műkörömépítők legnagyobb versenyét, ahol az amúgy körmös sportnemzet magyarok közül, a korábban VB ezüstérmes darabos Éva elsőként lett abszolút győztes a profik közt vele kirándulunk a zselék, porcelánok mindenféle versenyvilágába. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok. Hát akkor mondhatom, hogy ez egy körömteli hír, hogy így fogalmazzak, de először tisztázzuk azt, hogy ez a fajta körömolimpia, vagy a világbajnokság a rangosabb nálatok a versenyek között? Két teljesen különböző versenyről beszélünk, két kategóriába lehet őket sorolni. A világbajnokság azért egy nagyon fontos és nagyon rangos verseny, mert kvalifikációs verseny, tehát csak azok az emberek juthatnak ki rá, akik a magyar elődöntőt megnyerik, és ezért ez egy nagyon fontos verseny az életünkben. Az Olimpia, a Körömolimpia pedig azért egy nagyon érdekes és nagyon nehéz verseny, mert ott viszont rengeteg versenyző a világ minden országából jönnek versenyzők, nagyon kemény ellenfelek, és nagyon sokat kell küzdenünk és dolgozunk azért, hogy eredményt hozhassunk el onnan. És ez mindig Londonban van? Így van. Mert az a körönvilág fővárosa? Hát nem a körönvilág fővárosa, nagyon sok fővárosa lehet ebből a szempontból, de ez egyik nagyon fontos helyszín. Na most akkor tegyük ezt tisztában, mert ö, amit most ott sikerült neked elnyerni, az ráadásul az úgynevezett győztesek győztese, tehát ez az abszolút kategória. Mitől abszolút, mitől még a győzteseknek is győztesebb? Ez a kategória gyakorlatilag a három legmagasabb összpontszámból ö, jön ki, tehát abból számítják ki, és gyakorlatilag így lehet valakinek ezt a nagyon szép nagy kupát megkapnia, megnyernie, hogy a legtöbb pontot sikerül gyakorlatilag megszerezni a versenyem. Na akkor nézzük, hogy ez a verseny, meg az ilyen versenyek általában hogyan zajlanak. Mennyire számít technika, számít-e a tempó, szóval milyennek a menete, és hogy pontozza a zsűri, mert felteszem, van zsűri. Így van, van zsűri. Én általában építő versenyekben szoktam indulni, ahol az úgynevezett klasszikus, kis egyszerű francia körmöket kell elkészítenünk. Idézőjelbe tenni, mert pontosan azért, mert hogy ez egy letisztult, nagyon tiszta köröm, nagyon fontos azok a szempontok, hogy egyforma legyen például, hogy nagyon tökéletes legyen, vagy legalábbis megpróbáljuk a tökéleteshez legközelebb álló körmöket elkészíteni. Tehát itt például az idő az adott, tehát mindenkinek két és fél órája van arra, hogy elkészítse ezeket a körmöket. Tehát van időkorlát egyértelmű. Van időkorlát, mm -hmm. így van, és bár ez nagyon soknak tűnik ezt szalommunkához, munkához, nekünk percekre, másodpercekre ki vannak számolva ilyenkor a különböző lépések, hogy miket, mikor mit kell csinálnunk. És a legfontosabb szempont az mindig az, hogy egyforma legyen tíz, Lehetőleg tökéletesen egyforma körmöt kell elkészítenünk, és ezen belül vannak olyan szempontok, mint például a körömnek a vastagsága, a hosszoknak a, azt mondhatom, hogy fél milliméter pontosra történő e, egyezősége, e, a mosolyvonalnak a tisztasága, a körömnek az anyagnak a tisztasága, szóval vannak vannak dolgok, amik, amik fontos szempontok. Igazából kell. mondani akartam, hogy mutasd a körmödet, de annyira nem kell mutatni, mert jó messziről is látszik, ezt e, kicsinálta. Ezt én készítettem most, ez nem az a versenystílus, amiben én versenyezni szoktam. Ez egyfajta öngyakorlat tehát lehet magadon is edzeni? E, lehetne magamon is edzeni, de sokkal nehezebb úgy, hogy ezért vannak olyan modellák, akik a segítségemre vannak ebben, igen. E, ebben mi a nehézség? Tehát te jobbkezes vagy? Én balkezes vagyok Balkéle, alapvetően. Mint én. És akkor hogy csinálja meg az ember jobbal a balt? Egy idő után azt gondolom, hogy az embernek az agya már tudja, hogy mit kell csinálni, és egy idő után a keze is megpróbálja, nem tökéletesen, de azért nagyjából sikerül. Olyan, mint fociba a kétlábas játékos, igen, nem? Igen, igen. E, Iba, nézzük akkor azt, hogy, hogy kik, melyek, pontosabban melyek a nagy műkörmös nemzetek? Tehát amikor ezeken a versenyeken látjátok a konkurenciát. Hát abszolút az elsők között kell említenem Magyarországot. Nem nagyon tudok még egy olyan országról, ahol ennyi jó eredménnyel rendelkező műkörmös dolgozik. Miért? Valószínűleg ez betudható annak, hogy nálunk maga az alapképzés, az OK és alapképzés nagyon magas szintű, nagyon hosszú időt jelent a többi országhoz képest, és nagyon magas szintű az alapképzettségünk. Valószínűleg van egy nagyon jó érzékünk is ehhez, és főleg itt az építőversenyekre gondolok, ahol, ahol nagyon precízen kell dolgozni, nagyon pontosan kell dolgozni, és valószínű, hogy nekünk van ehhez egy adottságunk. Úgyhogy tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy, hogy amikor Magyarországról megjelenik egy versenyző, egy rangos versenyen, akkor ez a, lába a, a többi nem. ország így van, egy picit, picit megrendülve nézi, hogy most vajon ki lesz az ellenfél. De emellett még meg kell említeni például Németországot, akik a, a Müncheni Európa bajnokságon, a Düsseldorfi világbajnokságon nagyon jó eredményeket érnek el, Svédországból vannak nagyon jó eredmények, Koreában kezdenek most olyan eredmények születni, ami azt jelenti, hogy oda kell figyelni rájuk, de én azt gondolom, hogy abszolút az élmezőnyben vagyunk mi magyarok is amikor a versenyt értékeli a zsűri akkor használ mindenféle mérőműszereket? Így van. Tehát a zsűrizés... hogy ezt a bizonyos vastagságot, hosszúságot, egyformaságot ne csak szemmértékre állapítsa meg? Van, amiben használnak, van, amiben nem. A zsűrizés az tulajdonképpen úgy tűnik, hogy egy, egy lukon kell bedugni a modelleknek a kezüket, tehát gyakorlatilag a zsűri nem tudja azt, hogy ki, ki az a modell, kihez tartozik a versenyünk, a számokat látnak, és vannak olyan dolgok, amiket mérnek. Például a host centiméter segítségével mérik. Például van egy olyan eszközünk, ahol a hajlításnak, tehát a körömi a fokát lehet százalékban mérni, azt is nagyon pontosan mérik. A vastagságot azt általában szemre szokták mérni, de itt is gyakorlatilag kétféle vastagság van, ami nálunk a versenyen szokásos, és ehhez tudják hasonlítani. És azt mondom meg, hogy te magad verseny közben, edzés közben mennyire vagy gépesített, tehát mennyire használsz és használhatsz technikát a kézügyességen kívül? használhatunk mérőműszereket, tehát ugyanúgy mi is használhatunk vonalzót, ugyanúgy használhatjuk ezt a mondjuk úgy, hogy fokmérőt, amivel tudjuk mérni a hajlítást, de ezen kívül semmilyen olyan eszközt nem használhatunk, amivel például a, a körömnek a mosolyvonalát lehetne mesterségesen alakítani. Tehát ezt mindent, mindent kézzel kell kialakítani. Mi ez a mosolyvonal, Éva? Mert ezt már többször mondtad, az a kis félhold, vagy? Nem, nem, Az a, azt holdacskának hívjuk az A mosolyvonal az, az, ami gyakorlatilag a fehérnek és a rózsaszínnek a találkozása. Tehát az az ívelt vonal, ahol a rózsaszín tehát a, a mosolyvonal az a, a holdacska teteje? Ö, nem, az itt a körömnek a végén található. Ja, a gyakorlatilag ah. így van. Ja, ja, ez a a fe... természetes ja, körömnek uh -huh. a vége, és a fehér szabályok. Amit a manikűrös le tud válni. Így van, így van. No, e, ha ennyire sok jó körömépítőnk van, akkor a sok jó közül mi múlik az, hogy ki a legjobb. Tehát melyek azok az extra képességek, ami az igazán jóváválláshoz szükségeltetnek nálatok? Én mindig azt szoktam mondani, hogy egy versenyeredmény alapvetően két dologtól függ. Az egyik tőlem. Függ attól, hogy hogyan sikerül aznap lelkileg helyre raknom magamat, és hogyan sikerül arra a feladatra koncentrálnom, és hogyan sikerül a feladatot tökéletesen megoldanom. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy rám a versenydruk nagyon pozitívan hat. Tehát én a verseny gyakorlásaimnál mindig sokkal, sokkal rosszabbat készítek, és mindig a verseny teljesítményem az, ami gyakorlatilag a legjobban sikerül. De ebben mi mindig nem mennék semmire akkor, hogyha lenne három olyan versenyző, aki egy pici-picit is jobb nálam. Tehát amellett, hogy nekünk a lehető legjobbat kell kihozni magunkból, nagyon fontos az, hogy a többi versenyzőhöz képes, mire vagyunk képesek, és ez, ez talán ez a legfontosabb. Tehát akkor a te esetedben jobb, hogyha az ember műkörmöt szeretne magának egy hölgy, akkor nem a szalomban jelentkezik be hozzá, hanem megnézi, hogy hol versenyez, mert akkor lesz igazán tuti. <laughs> hát azért a versenyen azért nem olyan egyszerű a dolgunk, a modelleknek sem olyan könnyű a dolgunk, de természetes, hogy a szalomban is a lehető legtökéletesebbet próbáljuk alkotni. Az, hogy valaki az élvonalba tartozon, az, 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 hány év tapasztalat meg munka? Hát én most tíz éve vagyok már a szakmában és körülbelül 6 évvel, 7 évvel ezelőtt kezdtem versenyezni, de én azt gondolom, hogy ez egy picit az idővel is arányos, de nagyon-nagyon sok munka és nagyon sok gyakorlás és kitartás szükséges ahhoz, hogy el tudjunk érni eredményeket, akár rövidebb, akár hosszabb idő alatt is. A műkörmösnek feltétlenül dolgoznia kell, vagy érdemes dolgozni a manikűrösként is, vagy nagyon elválik most már a kettő egymástól? Nem nagyon válik el a kettő egymástól, mert magát a manikűrözésnek a lépéseit azt a műköröm készítésnél is alkalmazzuk. Azt így viszont, alapozásként. Hogy így van alapozásként, viszont tény, hogy azért most már a vendégeknek a 80-90%-a inkább műkörömre, még ha természetes rövid hatásúra is, de műkörömre jelentkezik be hozzánk mennyire érdekli, mennyire trendi most az a fajta ilyen nagyon különleges, meg merész körömépítés, ami hát neked tulajdonképpen a munkádban a gyakorlást jelenti, de hogyha a visszafogottat szeretik, akkor kevesebbet gyakorolhatsz a munkád közben. Alapvetően két trendet lehet most megkülönböztetni a körmös világban. Az egyik ez a vonal, ami nálam is látható, ez a kisebb rétege a vendégeknek. Egyrészt azért, mert, mert azért egy picit nehezebb ezekkel a körmökkel bánni, tehát azt el kell ismerni, hogy oda kell figyelni bizonyos mozdulatokra, de abszolút használható a hétköznapokban is. Viszont pontosan azért, mert azért ez egy feltűnő köröm a hosszában, formájában, színeiben, azt mondom, hogy a vendégeknek a kisebb százaléka, aki ezt a fajta körmöt kéri, és a vendégeknek a nagy része az, aki ezt egy picit leegyszerűsítve, mondjuk ugyanezt a mintát, de csak egy körömre, rövidebbe, kicsit barátibb ember, barátibb, hétköznapi formába, de hát tudjuk ezeket ültetni a, a kicsit egyszerűbb variációkra is. Ugye a férfiakat nem éri el az őrület? A műkörön valószínűleg nem. Nagyon helyes, viszont azt mondták végül, hogy a következő verseny nem pihenhet szabadbérjaidon, igaz? Így van, a következő versenyem az tulajdonképpen három hét múlva lesz Münchenben az Európa Bajnokság, ami azért lesz egy nagy kihívás, mert ott én már kétszer nyertem mind a két kategóriában, és most gyakorlatilag idézőjelben címvédőként fogok visszamenni, úgyhogy nagyon remélem, hogy jól fog sikerülni ez a verseny is. Szurkolunk neked, jó sikerüljön, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is.